Az illetves úr Tamási Béla vérmekedzés köszönöm, jelentem, hogy a központ állománya és a megkapott vendége 50 fővel a kiállítás megnyitva egy után. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Erőt, a most nyíló kiállítással 93 évvel ezelőtt megalakított önálló magyar katonai térképészet előtt kívánunk tisztelet. Választásunk nem véletlen. A tisztelet és a hagyomány oly értékek, mely generációkon átívelve határozzák meg egyes hivatás és hivatás legmagasabb szinten művelő szervezet életét, múltját, jelenét és jövőjét. Mindezen hagyományok és eredmények elismeréseként a magyar katonatérképészet a magyar örökségdíjat kapta. A magyar katonai térképészet bekerült a szellemi kultúra láthatatlan múzeumában, nevét az aranykönyv őrzi. Az elmúlt 93 év tevékenységének elismerése nem csak katonatérképészet öröme, hanem teljes magyar honvédség számára is dicsőség, hiszen a térkép sokszor vetekszik a fegyver erejével, mivel nélkülük a legmodernabb technikák sem működhetnének. Ugyan nem látszik az 1528-as térkép, az nem más, mint a Lázár Lazarus térkép. Arról egy nagyon jó tanulmány. Beleértve a legújabbat is, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságnak a katonaföldrajzi leírása, tehát ez a legfrissebb. A szelvények, mérési szelvények felosztása egy-egy minta, Balaton melletti minta a szelvényekből, illetve már mind a három katonai felmérésben magyar katonatérképészek részt vettek, azoknak a listája.